Kiadóce általános iskolában ülünk, és négy angyalka látogatott meg minket. És a látogatásuk, amely következtében négy diákunk kapott személyre szóló ajándékot, svetet, tehát személyesen ajándékot, köszönhetően a négy angyalkának, illetve a Vikinének, aki közvetítette az angyalkák és a megajándékozottak között a kapcsolatot. Tehát egy nagyon érdekes kezdeményezés, illetve indulat az, ami ide vezetett, és megkérném valamelyikőjüket, hogy beszéljen akkor erről a történetről, hogyan jutottak ide hozzánk, és mi vezette önöket ide. 5 éve csináljuk ezt a projektet. Előtte is csak akkor egy-egy családot ajándékoztunk meg. 5 évvel ezelőtt jött az ötlet, hogy keresünk iskolákon keresztül olyan rá... Kiadóceai általános iskolában ülünk, és négy angyalka látogatott meg minket. És a látogatásuk, amely következtében négy diákunk kapott személyre szóló ajándékot, svetet, tehát személyesen ajándékot, köszönhetően a négy angyalkának, illetve a Vikinének, aki közvetítette az angyalkák és a megajándékozottak között a kapcsolatot. Tehát egy nagyon érdekes kezdeményezés, illetve indulat az, ami ide vezetett, és megkérném valamelyikőjüket, hogy beszéljen akkor erről a történetről, hogyan jutottak ide hozzánk, és mi vezette önöket ide? 5 éve csináljuk ezt a projektet. Előtte is csak akkor egy-egy családot ajándékoztunk meg. 5 évvel ezelőtt jött az ötlet, hogy keresünk iskolákon keresztül olyan rászoruló diákokat, akiknek személyesen, személyre szóló ajándékot, illetve élelmiszer ajándékcsomagot tudunk készíteni. Az idei évben 1 szakközépiskolába és 2 általános iskolába jutottunk el, vagyis meg egy helyre megyünk, és itt kerestünk olyan diákokat, akiket a tantestületből ajánlottak nekünk, hogy szeretnék, hogyha ajándékot adnánk nekik. Az idei évben itt 4 gyereket ajándékoztunk meg, az egyik kisfiúnak egy kerékpár volt az álma, szerencsére ezt is tudtuk teljesíteni, kosárlabda palánk, szelszámos készlet és zselis legókészlet volt a kívánság. Emellé tudtunk nekik plusz ajándéknak élelmiszervásárlási utalványt is adni. Ez az egész úgy működik, hogy a családom és a barátaim segítségével kapjuk az adományokat. Mi azt szoktuk kérni, hogy a gyerekek írjanak nekünk egy levelet, hogy mi az az ajándék, amit ők kapni szeretnének, és mi ezeket az álmokat próbáljuk megvalósítani, természetesen a megvalósíthatóság határai keretein belül. Az élelmiszerutalványokra mindenféle pénzadományokat használunk föl, ezek általában külföldön élő barátainktól érkeznek, legfőképpen. És idén összesen 25 gyereket tudunk megajándékozni. Tavaly 80 volt az a létszám, sajnos ez igen nem sikerült, de jövőre szeretnénk ezt tovább folytatni. Kérdezzek nyomatban. Az egyik kölyük mesélte, hogy miért is szereti ezt igazából. Hogyha elmondaná, még egyszer azt megköszönném ezt a módot. Mi előtte is pénzt adományoztunk alapítványoknak. Rá kellett jönni arra, hogy az alapítványoknak adott pénznek a 30%-a itt el a gyerekekig, és a 70% meg a alapítvány fenntartására. Most már ez az arány januártól, én úgy tudom, hogy a kormány 50-50%-ra módosította, de mi úgy vagyunk ezzel az egésszel, hogy miért a 100% jusson el a gyerekhez. És így lényegében a barátok révén, ami pénz összejön, a 100% így a gyerekekhez jut el. Hát nekünk ez az egy nagy érvünk volt, amiért. Hát nagyon érdekes, újszerű történet az önöké, ezért is gondoltam, hogy megosztom a szülőkkel, a szülői közösséggel ezt az akciót. És hát nagyon szépen köszönjük. Természetesen most nem filmeztük le az átadást értelemszerűen, de hát megható pillanat volt az, ahol néhány gyerek ránézett a kerékpárra, a kosárlabdára, a szerszámos ládára. Ezért éri megcsinálni. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és kellemes ünnepet, boldog új évet kívánok önöknek is. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.